szabadság, az a te bajod. Mai nap mutatják be Reisz Gábor harmadik nagyjátékfilmét, a Magyarázat mindenét a 80. Nemzetközi Velencei Filmfesztivál Horizontok elnevezési programjában. Reisz Gábort és a kiutazó stábot a filmforgatás körülményeiről, a velencei élményeikről, illetve a film forgatásáról kérdeztük. Igen, ezt én leginkább egy ilyen kamikáze akciónak látom. Gáborra visszamentünk ahhoz a filmkészítéshez, ahogy csináltuk még a főiskolás korunkban. Tehát a kamera mozgató eszköz az egy kerekesszék lesz. Normál esetben egyáltalán nem itt csinálnék egy filmet, vagy nem ez az útja, ez egy ilyen kényszerhelyzet volt. Nekem az eddigi legjobb élményem forgatás tekintve. Fú, hát igen, egy kavalkád volt. Sok első filmes is volt, meg ugye egy ilyen kvázi baráti családi társaság volt a stáb. Nagyon fárasztó volt, ez biztos, mert nagyon rövid idő alatt, nagyon sok munka körben tevékenykedett mindenki végül is. Elhívott a Gábor egy ilyen próba felvételre, és megkérdezte tőlem, hogy lenne kedvem csinálni egy olyan filmet, amit vagy jó kedvünkből csinálunk, vagy sehogy. És én meg az a típusú színész vagyok, aki egyféleképpen szeret dolgozni jókedvűen, úgyhogy azonnal mondtam neki, hogy igen. Megkérdezte, hogy lenne kedvem ilyen diákmunkaként részt venni a forgatásán, és akkor még ilyen mindenes volt munkakörben, hogy kávét hozok, meg nem tudom, ilyen dolgok, takarítok, meg nem tudom, de hogy ennek is nagyon örültem, hogy egyáltalán egy, mert hogy én imádtam Gábornak mind a két nagyjátékfilmjét, és akkor már keresett erre a szerepkörre egy erdélyi színésznőt, részt vettem a castingon, mint partner a színésznőknek, és casting után pedig felkért, hogy akkor lenne kedvem szerepelni is a filmében, és akkor én meg egy ilyen yes man voltam, és így igen, minden, csinálok bármit, amit akarsz. Megláttam Instán, pontosabban elküldte nekem a drámatanárom Instagramon, hogy van ez a casting. Elmentem az elsőre, akkor visszahívtak, elmentem a másodikra, visszahívtak, elmentem a harmadikra, és bejutottam. Vicc nélkül olyan tempóban haladtunk szerintem, mint egy ilyen fair reality. Tehát egy nap körülbelül 20 perc, volt olyan, hogy 20 percet vettünk fel. De rengeteg olyan jelenet volt, ahol odaértünk, fél óra múlva forog a kamera, egy óra alatt fel kell vegyük, és mennünk kell tovább. Nekem nagyon jó élmény volt, és valószínűleg ezért nem éreztem egy ilyen, nem tudom, égszíjfeszítésnek. És nagyon régen éreztem azt, hogy akarom még. Tehát, hogy kár, hogy befejeztük. Magyarok vagyunk, nem? Nem sokára országok fognak elbukni. Az egoista fejeden túl nem látsz semmit. Magában csak gyűlölet van, semmi más. Mert magában aztán nincsen gyűlölet, igaz? Ki fognak csinálni minket? Mit vársz, hogy Magyarországon ennek a filmnek milyen típusú közönsége lesz, és mennyire juthat be a köztudatba? Amiről szól, az pont az a... Az árok betemetés, illetve hogy arra való figyelemfelhívás, hogy az mennyire fontos lenne most már elkezdeni. Ha van ennek külön közönsége, az nem olyan jó. Ez az akkor jó, ha ennek a közönsége majdnem mindenki. Hát a két oldal közelítése az egy nehéz ügy. Nyilván ez lenne a célja. Ha megbélyegzik ezt a filmet, az olyan szempontból egy eléggé pontos reakciója ennek a rendszernek, mert akkor gyakorlatilag pont azt állítja, hogy ez a film igazat mond teljes mértékben. Szóval mi nem azon dolgoztunk, hogy úristen, meg ne bélyegezzék ezt a filmet, mert hogyha ezt egy független filmet csinálsz az NFI támogatása nélkül, akkor igazából már bizonyos embereknek szemet szúrhatsz, hogy mi ez a kis mozgolódás itt, fiatalok. De ettől azért nem félünk, mert nincsen más opció, mint hogy itt csináljunk filmet jelenleg. Nagyon jó látni, hogy ennyire megtelítik a nézőteret mozikban, mert annyira gyakori az élmény, hogy elmegyek mozikba, és így ülnek mögöttem hárman, meg előttem egy valaki, és így üres az egész. Szóval ja, ezt nagyon jó látni. Velence pedig, hát... Nem, lehet, hogy most újat fogok mondani, de csodálatos. És
hát itt lenni piszok menő. És hogy ma este, vagy egyszer délután a moziban, ezen a filmen 1400-an fognak bent ülni. 1400-an. Én izgulok. Milyen volt megélni a premiért, illetve az azt következő közönségtalálkozót? Arra hasonlít ez, olyan ez, mint egy szakítás szerintem, hogy nagyon ilyen sok és felfoghatatlan az egész. Nem tudsz egyik pillanatról a másikra kijönni ebből, és ahogyan elkezdesz távolodni, úgy egy idő után már nem látod ám a filmet, van egy olyan szakasz is, és én most ebbe vagyok, tehát én tegnap én ezt úgy néztem végig, hogy fogalmam nem volt, hogy ez micsoda. Aztán utána pedig van ez a sok ember, akik hatalmas munkát végeztek ahhoz, hogy meglegyen ez a film, és ők iszonyú felszabadultak, te pedig ilyen, némileg savanykásan jól esik őket látni, hogy örülnek, de én valahogy nem tudok felszabadulni ilyenkor. Most láttam először a filmet. Hát érzelmileg hatott rám, az biztos. Hát el is írtam magam a végén, ezt bevallom. Egyrészt azért, mert nagyon megható volt, csak hogy ennyire összejött ez az egész ezeknek a csodálatos embereknek, akikkel sikerült ezt így végigcsinálni. És hogy mindenki, vagy kb. Mindenki ki tudott jönni ide, és együtt így el tudtuk tölteni ezt a pár napot.